Mindenkinek ajánlom ezt a kötetet, mert nem csak péntekinét ismerhetik meg belőle, hanem ahogy mondtam, egyáltalán azt a közeget is, amiben most is itt vagyunk, más közegeket is, a korszakot. Bakonyi István ajánlott az érdeklődők figyelmébe Péntek Imre Elpergő évek című önéletrajzi kötetét. A József Attila díjas és immáron babérkoszorús költő 80. születésnapjára készült el azzal az összegzéssel, melyel a kilencek tagjaként már régóta adós volt. Közben pedig visszatért Székesfehérvárra. Visszatért Székesfehérvárra. Ez számunkra nagy öröm, hiszen a életének a jó részét ebben a városban töltötte újságíróként, költőként, szerkesztőként. Persze nem csak erről szól ez a kötet, hiszen az is közismert, hogy ő az ország különböző városaiban élt az elmúlt évtizedekben. Hát ami a költészetét illeti, meg azt gondolom, hogy a kilencekhez tartozó költőként egy kicsit kakútojás is ebben a csoportosulásban, hiszen nagyon is megérintette az avantgárd szelleme annak idején, de az kétségtelen tény, hogy a hagyományos költészet az, ami mostanában és az elmúlt évtizedekben inkább meghatározza a pályáját. Egyfajta összegzés, számvetés is a nemrégiben megjelent önéletrajzi mű. Péntek Imre sorra veszi benne életének meghatározó helyszíneit, helyzeteit, sőt azokat a személyeket is, akikkel pályája során kapcsolatba került. Közülük többeket név szerint is említ. Végül aztán arra jut, a megjárt sok-sok város és szerkesztőség közül mégiscsak Fehérvárról lelt otthonra. Ahogy Fehérvárra kerültem, megállapodtam, ezt le is írtam. És igazából Fehérváron fedeztem fel magamnak azt a fajta szellemi otthont is, amit korábban ami hiányzott nekem. Mint a hétfő esti beszélgetésen elhangzott, a szerző 80. születésnapja után sem pihen, jelenleg egy drámaköteten dolgozik.